DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Well, for sure it's going to be a tough game against one of the teams that they are at this moment. Nehéz mérkőzésre számítunk hétfőn a Pink ellen, hiszen egy olyan csapat érkezik hozzánk, aki a bajnokság elején szeretne végezni. Szeretnénk egy látványos mérkőzést játszani és kiszolgálni a közönségünket. Ezzel leszünk. Igen, nagyon kemény meccsre kell számítani, mert azért tudjuk, hogy a Pink Pelt, ugye most már két pécsi csapat, nagyon agresszívak támadásban, védekezésben, hogyha nincs is akkora rotációjuk csapaton belül, akkor is a meccs végéig kitartanak ezzel az agresszióval. Igen, őszinte leszek, az elmúlt pár meccsen azért érezhető Magyarországon is, és most a kupában is, hogy kicsit én néha kézilabda meccsen érzem magam, és lehet, hogy ezzel van valamilyen célja a szövetségeknek, vagy így a sportágon belül. Mégis nem tudom, hogy milyen célja lenne, mert a szépségét elveszti egy kicsit szerintem a játék, de ezt meg kell tanulnunk, és így kell lejátszanunk a szezont, alkalmazkodni kell minden csapat. Azért már tényleg kezdi felvenni ezt a stílust. Úgyhogy bele kell mennünk. Mert rajtunk is látszódott, ahogy mondtad az előző meccsen, hogy szokatlan egy kicsit, és a meccs végére átvesszük ezt a ritmust, és akkor tudunk nagyon jól kiegyensúlyozottan játszani egymással, egymást is érezzük a pályán, ugye. És megvan nekünk is ez az agressziónk, ami az ellenfélben. Nagyon jó lett ez a sorsás, mind a bajnokságon, ugye kezdtünk kicsit gyengébb csapatokkal, aztán jött a Sopron, ott megláttuk, hogy ugye harcosan játszanak, még ha nem is annyira harcosan, mint az Eurókupában, amit ugye szerdán tapasztaltunk, hogy ott nagyon agresszívabb voltak, és ugye a bírók is jobban engedték, mint a magyar bajnokságban, de szerintem ez mindenféleképpen egy ilyen üzenet volt felénk, hogyha tudjuk ezt bírni az egész szezonon át, nem csak Eurókupában, de a magyar bajnokságon, és akkor nagyon jó lehet ez a csapat. Yes, one of the things that to have to play two competition at the same time, no, that you are. Máshogy kell játszanunk a rájátszásban és az alapszakaszban, de a mérkőzések jelenlegi ritmusa hasonlít a playoffhoz, máshogy néz ki a bajnokság felépítése idén, hiszen kétszer is lesz 10-12 nap szünet a válogatott szereplése miatt, ezért sokszor sűrűbb a program, az Európa kupával pedig még sűrűbb. Meg kell találni a megfelelő időpontot a rehabilitációra, a pihenők és a terhelések összhangjára. Szerintem ideig jól bírjuk, de ez azért és segít minket, mert sokan vagyunk 12-13, sőt 14-en is vagyunk edzésen, és ugye meccsen szerencsére tudunk menni 12 emberrel, és ez szerintem olyan téren is jobb, hogy jobbak a rotációk, úgymond még meccs közben is, hogyha kiadtál magadból 5 percet, akkor tudod, hogy van egy olyan csere, hogy te 2 percet pihensz, a kispadon is újra visszamehetsz a játékba, és szerintem ez, ahogy a edzés mondta, hogy felkészít minket a rájátszásra, mert ugye most az elején tudjuk, hogy ez milyen, hogy kell tenni, mi magunknak mi extrát kell tenni, hogyan pihenjünk, hogyan figyeljünk a testünkre. Igen, hát nagy előny számunkra, hogy hosszú a kispad, és a rotációnk edzésen is tényleg 14-en, 15-en tudunk edzeni. Most ez a Sopron utáni utazás is szerintem jót tett a csapatnak, együtt voltunk, jobban megismertük egymást, azért a Sopron meccs is attól függetlenül, hogy kikaptunk. Szerintem nagyon hasznos meccs volt a számunkra. És utána Brunóban pedig meg is tudtunk nyerni egy szintén majdnem, hogy egál meccset, mert a végén nyertük meg ezt a meccset. Úgyhogy eddig a hasznunkra vált. Biztos, hogy a jövő hét az kemény lesz, 3 meccs lesz. Úgyhogy majd megérezzük saját bőrünkön.